Több kedves nézőinket, ez a Heti TV, Heti Jazz című műsor, a Kézdi Luca a vendégem, második rész. Szia! Szervusz. Folytatjuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon sokféle kütyüt használsz, mindenféle effektet, stb. Stb. Én ezt most nem tudom elsorolni, nem is akarom, hogy ezekre hogyan találtál rá, és mennyire inspirál, vagy szükséges neked ez a saját zenédhez, és akkor kapcsolódik a kérdés, hogy nagyon sok egyéb formát, tehát nem jazz formációban, Török Ádám popzenékbe elhívnak téged szólistáknak, hogy oda ez feltétlenül kell, vagy egyáltalán ez az egész történet hogy van? Igen, abszolút inspirálnak. Most így ez ragadt meg bennem leginkább, amit mondta. A legelső pedál, amit kipróbáltam életemben, az egy oktáver volt. Hozzákötöttem. Nyilván, mivel egy idő után erősítéssel játszottam, ez nem volt egy ilyen nagy lépés, csak ugye az erősítő meg a hangszerem közé betettem egy ilyet. Annyira magával ragadott az, ez nem egy nagy változás, csak hogy egy oktával lejjebb is hallom a hangot, hogy így nem tudtam abba hagyni így a játékot. Tehát 5 órán keresztül így játszottam, és egészen más témák jutottak eszembe, mint az eredeti hegedű hangon. Tehát teljesen más irányban, másmilyen ritmikák, másmilyen dallamfordulatok, és magam is meglepődtem, hogy ez a kis változtatás mennyire sok változást hoz maga után. Igen. Egyébként nincs sok pedálom, bár lehet, hogy úgy tűnik, de úgy az tűnik. Én kis pedálbordom az hát most bővült 5-re, de egyébként eddig csak 4 pedállal dolgoztam. Nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok minden nem működik hegedűre, ami mondjuk egy gitárra jól működik. Tehát ezen gitáreffekteket használok. A másik legrégebbi, amit használok, az egy torzító. És ezt leginkább úgy szeretem használni, néha a vonó, tehát a vonós technikával is használom, de a legizgalmasabb nekem, amikor egy picikátó, tehát pengetve játszom a hegedűn, és úgy a torzítóval együtt, egy gitár hangzás jön létre, és ugye a triomban is, meg máshol is egyébként, de hát főleg a triomban alkalmazom ezt, mert ott van a legnagyobb szabadságom. Nyilván szeretem színesíteni a hangképet, tehát hogy ez már a kezdetektől volt bennem ez az igény. Ugye basszusgitár-hegedű duóként indultunk, hogy ne az legyen folyton, hogy a basszusgitár engem kísér, én pedig témát játszom, vagy szólozom, hanem valahogy a funkciókat is fel tudjuk oldani, meg tudjuk egy kicsit csavarni, és hogy én is tudjak akár kísérni jobban, vagy egészen más hangszínekben részt venni. Tehát, hogy, azért, hogy a hegedű hang azért... Lássuk be, hogy tehát, hogy azért... Igen, amikor valaki azt mondjuk, hogy hegedű, akkor az egy szép natúr, egyenes hangról van. Igen. Szóval, és az azért egyféle. Tehát, hogy én szerettem volna színesíteni, van egy delay is, amit használok, és egy másik ilyen visszhang. Hát ami szerintem egy fontos része ezeknek, vagy hát ezek mellett használok még egy loopert, amit az ilyen szóló koncertjeimen alkalmazok leginkább, hogyha szólóban föllépek. Olyan is van? Sokszor, igen, sokszor. Voltak már, hát ami sokszor, az mondjuk kiejtés megnyitókon nagyon sokszor játszom szólóban, akkor szoktam ezt a loopert használni. Meglévő kompozíciókat is játszom looperrel, tehát vannak ilyen ritmikus alapok is, de nagyon sokszor csak improvizálok. Ami azt jelenti, hogy akár mondjuk ott ránézek egy képre, és azt gondolom, hogy valamelyik részletem megfog a képnek, és akkor arra reagálva kezdek el játszani. Ez nagyon izgalmas szokott lenni, számomra is izgalmasabb, mint hogyha egy meglévő számomat adnám elő és nagyon sokat szóra. Sokszor szerintem még érdekesebb is számukra, mert érzik azt, hogy ez itt most születik. Nyilván kétesélyes, de hogy emiatt az esetlegességi tehát miatt működik. Izgalmas, igen, izgalmas szokott lenni. Én általában igyekszem elkerülni az önismétlést. Nyilván, hogyha egy kompozíciót játszik az ember, akkor nyilván az már egyféle ismétlés, de ez nyilván ez a zene része, vagy hát a zenélés része, és vannak olyan számaim, amik szerencsére nagyon jól működnek, és szólóban is nagyon jól megszólalnak.
És hogy miért kérdeztem, vagy is miért vetettem föl, nyilván az is közrejátszik túl az adottságodon, meg a tehetségeden, meg a sokszínűségen, hogy ilyen effekteket használsz, az különböző rock és egyéb produkcióba is elhívnak. Jó, persze nem ennek tudom be, nyilván azért, mert kiváló hegedűs vagy, és de viszont nyitott vagy, és bele tudsz épülni az ő produkcióimba. Igen, én szerintem jól látod, kikhez szoktál eljárni? Igen, abszolút, azt gondolom, hogy amiatt is talán vagyok ilyen szempontból univerzálisabb, mert nyilván a soundom az alkalmas arra, kevés, ugye nem klasszikus, igen, és nem is igen. Annyira az a swinges jazzes, tehát sokféle helyen meg tud élni. Varga Jánost említeném, akivel igen, még igen. Nagyon, nagyon régóta, ugye ilyen art rock, vagy ilyen fúziós világzene. Igen, tudja, igen. Török Ádám híre. Mindenki ismer. Igen, tehát ezt nagyon szeretem egyébként, ez egy nagyon, nagyon jól érzem velük magam. És olyan energia van abban a pariban. Fantasztikus, igen. Fantasztikus. Ez egyébként pedig tényleg, már nem egy karonülő csecsem. Így van, igen, egyébként ez szinte minden koncerten, amikor vele vagyok, áttélem, és hihetetlen. Inspiráló igen. Egyébként az, hogy ennyi idős már, és olyan vérből, olyan igen. Jó energiákkal, tehát hogy nagyon szeretem, ha fele lenne nekem ennyi idősen, szóval nagyon csodálom tényleg. Most Lovasi Andrással játszottam igen. A nyáron többet, régebben Ágnessel. Ezek most nyilván ezek a pop formációk, vagy az ilyen populárisabb zenék, de hát jazzzenészekkel is azért Szóna Gunnlaugsot említeném, akivel Izlandon játszottunk. Először ott volt egy turnénk, és most visszahívtuk, úgyhogy itt Magyarországon is volt egy-két koncert. Juhász Gáborra is igen, volt egy kiváló nagyon... Kiváló gitáros, nagyon, igen, hát ezek már az ilyen... Ezek, kicsit azért az én saját zenémhez közelebb álló igen. Zenei világok. Szendőfi Pétert említeném még, aki mondjuk ő is egy fúziós dobos, tehát hogy ő is azért ilyen nyitottabb a rock-pop, de jazz dobos, igen. És akkor itt most majd folytatjuk, itt most, ha már a Szendőfi Pétert említetted, vele való duót fogjuk lejátszani.
Beszéljünk a külföldi fellépésektől és a külföldi világsztároktól, vagy külföldi előadóktól, hogy merre felé jártál, egyrészt mostanság, merre felé készülsz, és hogy kikkel léptél fel az úgymond világsztárokkal. Igen, hát több eszemben azért nem beszélhetünk még, de remélem, hogy ez is eljön majd egyszer. Igen. Hát a leg, nem tudom, emlékezetesebb ilyen fellépésem az New Yorkban volt, Chris Potter-el Dóban játszottunk. Hoppá. 2 évvel ezelőtt. Igen, ez egy rettenetesen jó élmény volt. A próba is, meg maga a fellépés is nagyon inspiráló, és hát nagyon remélem, hogy lesz valamiféle folytatása a közös munkának. Mondd azt pár szót csak a nézők miatt, hogy ki is. Igen, ez a Chris Potter. Hát a Chris Potter az egyik leg foglalkoztatottabb és a világ élvonalában lévő szaxofonosok egyike, tehát egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy vele játszhattam. És hát azt gondolom, hogy ő az, akit szerintem a világon a jazzzenészek közül mindenki ismer. Egyébként van magyar vonatkozása is, de szerintem ezt is mindannyian tudjuk. Igen. Itt Magyarországon, hogy a felesége magyar, és én egy gimnáziumban is jól jártam választott, vele egyébként. Nem? Magyar. Igen. Szóval remélem, hogy lesz ennek az együttműködésnek valamiféle folytatása a jövőben. Stefano Di Battistát említenem még, aki pedig egy olasz szaxofonos, ő is a világ legnagyobb jazzfesztiváljain világsztárokkal lépett fel. Én meghívtam őt, a MIPA-ban volt egy szerzői este, ha jól emlékszem, 2 éve tavasszal, és akkor ő volt az este sztárvendéke. Egyébként volt olyan kedves, és vissza is hívott most idén tavasszal, Rómában játszottunk együtt, egy római jótékonysági rendezvényem. Sunna Gunnlaugsot említeném még, aki ugye egy izlandi jazz zongorista, nem világsztárban, bármikor így fordulhat még De még lehet. Még lehet, igen. Nagyon jó élmény volt vele, és egyébként nagyon érdekes azt látni a kulturális különbségeken kívül, a különböző
nemzetiségű emberek zenéhez való hozzáállása, mindig vannak különbségek, vagy jellegzetességek visszafogottságban, vagy energiában, energiaszintben. Ez érdekes látni. Igen, azt hiszem, hogy... Ja, és még annyit mondanék, ugye kérdezted, hogy merre jártunk, a triómmal is játszottunk azért így Európa szerte viszonylag sok helyen. New Yorkban is játszottunk már, ott a Chelsea Music Festivalon, ami egy ilyen klasszikus és jazzy crossover fesztivál. Spanyolországban, Belgiumban, Párizsban, Belgiumban a Gómi Jazz Fesztiválon is játszottunk egyébként. Úgyhogy, és hát Magyarország körül, környező országokban. Te menedzseled a zenekarodat és saját magadat, és mi erről a véleményed? Ezt nem mondanám menedzselésnek, de igen, tehát de hát ugye a szoros értelemben, igen, én próbálok szervezni. Igen. Én igyekszem, de nagyon rosszul csinálom. Hát úgy elsoroltad, nem igen. Igen, ez lehet, hogy most így összesűrítve jól hangzik, de ugye az évekre elosztva azért nem annyi. Tehát szerintem sokkal többet tudnánk, tehát azt gondolom, hogy a zenekar abszolút alkalmas rá. Ennek mindenféle, nyilván főleg financiális akadályai vannak. Hogyha valaki nem nagyon híres, vagy nagyon befutott, akkor nyilván kevesebb esélyekkel jut el távolabbi fesztiválokra, tehát hogy ez nem annyira egyszerű. De hát szerintem a jazz nem is nagyon kapják fel a menedzserek, tehát nem nagyon, igen. Nincs benne annyi. Igen. Vagy talán inkább az ilyen populárisabb vonalait. Jól van, akkor említetted a Sunna Gunnlaugsot, és tőle egy duó, ugye ez? Igen. Tőle egy Opus Béli, ugye jól mondom, koncertrészletet. Ez fogunk. Most volt egyébként, nem rég, igen. Na, akkor ez egy vadonat friss, és egy George Michael szám következik.
Hasan vége fele járunk, és azért meg szeretném kérdezni tőled azt, hogy a zenén kívül, meg családanya vagy, két gyermekkel, ha jól tudom, van-e valami élet a zenén és a családon túl, hobbi esetleg, vagy belefér-e, ugye szervezed is a zenekart, jól vagytok a pároddal már régóta, mi újság ezzel kapcsolatban? Köszönöm a kérdést. Igen, ez egy nagyon fontos része az életemnek, a családom, a férjem és a gyerekeim. Hát azt gondolom, hogy szerencsés vagyok nagyon ilyen szempontból, amellett, hogy tudom csinálni a szakmámat, illetve hát talán pont emiatt tudom csinálni, mert nagyon támogató a környezetem. Tehát a férjem, Szesztai Dávid, akivel egyébként ugye együtt is zenélek. Ugye a kezdetektől, ugye barátok, kollégák voltunk, és aztán később lettünk egy pár. Ő mindig támogat mindenféle elképzelésemben. És segít is, és soha nem volt olyan, hogy azt mondta volna, hogy most főzzek a helyet, hogy gyakoroljak. Tehát mindig az az első. Tudsz főzni? De hát szeretek. Szeretek. De nem úgy, hogy most minden nap kötelező jelleggel, tehát hogy nem, ezt nem veszük annyira véresen komolyan, de szeretek. Igen, nem, néha nem ha maradnak volt. Fölös energiáim, akkor ott is szeretek improvizálni, meg kreatívkodni. Szóval nekik sokat köszönhetek, meg azt nyilván, hogy egyféle stabilitást és biztonságot, egy olyan jó alap, egyrészt ezzel együtt dolgozni, másrészt nagyon jó az, hogy ha hazamegyek, akkor ilyen fantasztikus emberek között lehetek, akiket tényleg nagyon szeretek, és ezért nagyon hálás vagyok, és tényleg szerencsésnek érzem magam. Gyerekeim 10 és 8 évesek, egedülnek, zongoráznak, imádják a zenét, mind a ketten lányok, Lili és Zorka, igen. Úgyhogy nagyon, nagyon zenés család vagyunk, hogyha éppen nem zenél senki, akkor énekelgetnek, vagy fütyülnek, vagy nem tudom. Most ezzel átmegyek a következő kérdésre, hogy imádom a csöndet, főleg amióta családom van, azért azóta nagyon nagy a hangzavar otthon. Jó dolog tud lenni a csönd. Mindenki csinál valamit, vagy valamilyen hangszeren játszik, vagy egyéb hangokat ad ki magából, úgyhogy nekem én előtte ugye sokat voltam egyedül, ugye egyke is vagyok, és hozzászoktam ahhoz, hogy vannak csöndes óráim, amikor egyedül vagyok és feltöltödöm, vagy csak nézek magam elé, vagy csinálok valamilyen egyéb dolgot. Úgyhogy elkezdtem futni, az erdő mellett lakunk a Hármas Határhegyen, úgyhogy nagyon-nagyon jó az, hogy ki tudok menni. A kintlétet nagyon szeretem, az a nevezhetjük hobbinak, vagy egyféle szenvedélynek is. Úgyhogy a mozgás nagyon fontos, mert az utóbbi időben így az egyik csípőm az így rendetlenkedik, úgyhogy most áttértem a biciklizésre, de a kintlét és a kint töltött csendes órák, meg az, hogy így kvázi robotként megdolgoztassam így a fizikai részemet, ez nagyon fontos, és nagyon szeretek fotózni közben, tehát ez az, amit még... És a régi szerelmek, a filozófia, meg a matek, meg a szerelem volt, meg a fizika. Én azt gondolom, hogy ezek a területek a gondolkodásomat kinyitották, fejlesztették, vagy megváltoztatták valamilyen szempontból, vagy irányból. Ezekkel konkrétan nem foglalkozom. Ugye ezek mindegyik egy-egy külön életet vagy pályát kívánnának, de azt gondolom, hogy nyilván a személyiségem részei is így belém épültek, tehát hogy ilyen belső módon befolyásolják a döntéseimet, vagy akár a vágyaimat, vagy a cselekedeteimet. A fotózás az, amit nagyon szeretek, mert kiskoromtól kezdve szerettem rajzolni, tehát hogy ez még egy ilyen mellékvágány volt, így a zene mellett, és ez az, ami a mai napig elkísér volt, mert kiállításom is. Tényleg? Egyébként. Volt egy önálló kiállításom van. Sok zenész fotózik, azt tudod? Igen, szerintem... Vagy nem sok, vagy, de többen. Sokan, manapság nyilván nagyon sokan fotóznak, mert a fotózás is nyilván az igazi, én nem vagyok fotós, az igazi fotósok, akik fényképezőgéppel is kitanulják ezt a szakmát, én teljesen csak ilyen játszó fotós vagyok, a telefonomat nyomogatom, és hát a jó kompozíciókat keresem, és mivel van egyféle ilyen erős, jellegzetes, ihlető
forrásom ez az erdő meg a természet, ezért ott azt hiszem, hogy ott találok. De talán könnyebb is manapság fotózni, mert régen biztos, emlékszem, persze. Apám fotózott, tehát lógtak a lakásban a filmek, meg elő kellett hívni, ez most egyszerű, mindegy. Persze. Belemehetnénk, hogy ez mennyire szörnyű és rossz, nyilván az igazi fotográfusok vagy a fotósok azok így fejbeszre menekülnek ezzel. Ők se használnak már ilyen filmeket, igen. Azt hiszem, kezd lassan megszűnni, a Szalóki Béla voltam, aki elég jó fotó, vagy volt itt, és elég jól fotózik, és ő mondta, hogy lassan ez az analóg, vagy hogy mondják. Én is több olyan fotóművészről hallottam, akiknek ez a telefonos fotózás hozta vissza a kedvét a fotózáshoz. Nyilván nagyon egyszerű, hogy az embernek nem kell annyira rákészülnem, nagyon nagy az maga az instrumentum, hanem csak egy picit beférezebben. Hát a termék előállítása. Igen, tehát, hogy jó van. Előhívni. Még annyit mondjál el nekem, hogy a jövőbeni tervektől mesélted, hogy itt a előtérben, hogy új lemezt készítetek, meg talán milyen nagyobb koncerte, talán egy jövőbéli koncerte. Igen, nemrég jelent meg a harmadik lemezünk a trióval, tehát most még az új lemez megjelenése az nem aktuális, viszont már írjuk az új számokat. Nálunk egyébként általában ez így fordítva szokott lenni, mint mondjuk a popzenében, tehát nem az van, hogy kijön egy lemez, és akkor azt játsszuk, hanem pont fordítva, a lemez megjelenés az már egy ilyen folyamatnak a vége, tehát általában akkor szoktuk felvenni a számokat, amikor már játszottuk annyit, és megértek annyira, hogy így a lehetőségeik maximumát elérjek. Úgyhogy ez még a jövő kérdése, másrészt viszont jövőre 2019-ben lesz egy koncertünk a Zene Akadémián, úgyhogy én lélekben már erre készülök. És... Az komoly dolog, nem nagyon fogadnak be oda, vagy vannak azért ott jazz koncertek? Vannak jazz koncertek, igen. Én szerintem viszonylag kevés egy évben, azt hiszem, hogy talán havonta, vagy két hetente. Ez most egy új, nem, pontosan nem tudom. Én szerintem egy pár éve indult el ez a sorozat, és a Zene Akadémiának ez az ilyen jazz sorozata, és nagyon sok külföldi fellépő is volt egyébként, az jó dolog. A magyarok között is. Azt akarom megkérdezni tőled, hogy hogy állsz a népzenével? Ez most így a végére kerekedett, de még van egy kis időnk, és ez, hogy közel áll hozzád, vagy egyáltalán? Az autentikus népzenét nem szoktam hallgatni, nyilván hatottak rám, tehát hogy nyilván volt, azért hallatszik azért egy kicsit. Igen, tehát, de mondja, mindennapjaimnak nem répszem, viszont azt gondolom, hogy tehát nyilván a tanulmányom során annyi népdallal találkoztam, meg a magyar népzenét azért szerintem minden magyar valamennyire magába szívja, valahogy ha akarja, ha nem. Én azt gondolom, hogy minden zenész dolgozik ezzel, még ha nem is tud róla. De egyébként az első szám, amit ugye hallgattunk, az is egy magyar népballada, ami egyébként különösen a szívemhez nőtt ez a dal, és ennek már több feldolgozását is megírtam. És azt gondolom, hogy a kompozíciómban is, vagy a számírásaimban is vannak népzenei jellegzetességek, úgyhogy nyilván dolgozom vele. Te minek, hogyan apostrofálnád a te zenédet? Ugye vannak ilyen kategóriák, hogy világzene, meg crossover, meg jazz, meg szabadzene, vagy ez mind? Igen, én nem tudnék egy kategóriába sorolni, mondjuk a Santa Diver zenét azt úgy írnám le, hogy a szabadzene, a világzene és a jazz metszete valahol. Ez jó, hogy ez a metszete. Hát jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Önök a Heti TV, Heti Jazz című műsorát hallották, a műsort látták. A műsort keddenként 9:30-kor láthatják a Heti TV-ben, ismétlés csütörtökön és pénteken, és a YouTube csatornán is megtalálhatják az összes műsort. Kézdél utca volt a vendégünk, búcsúzunk, egy Opus Jazz Club Béli felvétellel, Juhász Gáborral, a kiváló gitárossal dúoztatok ott. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen a meghívást.